A Reformátusból, a Táncsicsból és a Várkonyiból is érkeztek első és második osztályos diákok a Városi Könyvtár író-olvasó találkozójára. Dániel András író, illusztrátorral beszélgethettek a gyerekek. Ha a szerzőt nem is, híres kufli könyveit jól ismerték. Néhányan nézték azt a üveges polcot, és azt mondták, hogy néhány könyv ismerős nekik. Másoknak is ismerősek ott könyvek? Igen? Nekem nem egy pár, hanem az összes. Nem csak papíron, de videóban is láthatják az író saját kezűleg rajzolt illusztrációit. Ugyanis a kuflik történetei rajzfilmként is nagy sikernek örvendenek. A tapasztalat pedig azt mutatja, sokan nyomon is követik a mesék eseményeit. Az a helyzet, hogy csak halkan mondom, hogy senki ne hallja meg, hogy sokszor jobban, mint én, időnként zavarba ejtő kérdésekkel tudnám megtalálni, mert most már 19 kufli könyv van, a 19 kufli könyvben van 2x19, rossz vagyok matekból, az nem tudom hány történet, rengeteg szereplő, és sok kisgyerek van, aki nálam sokkal jobban fejben tartja ezeket a történeteket, az, hogy melyik történetben, melyik a könyv, melyik oldal, talán milyen lény megy keresztül, és mit mond. A legelső történetet is együtt idézték vissza. Az olyan, hogy így mennek esernyővel az esőben, és rátalálnak egy dombra, és ásnak lyukat, és levél lesz az ajtójuk. Volt, aki saját könyveit is elhozta. Nem csak a gyerekek, de a felnőttek körében is népszerűek ezek a kötetek. Nekem is van 3 gyerekem, ugyan ők már egyáltalán nem kicsik, de azért bőven volt alkalma megtapasztalni azt, amit minden szülő ismer, amikor egy számunkra nagyon-nagyon unalmas történetet kell 247-szer felolvasnunk, és ismerve ezt az érzést, gondoltam azt, amikor még régen elkezdtem ezt a sorozatot írni, hogy ezekbe a könyvekbe mindegyikbe teszek olyan vicceket, kis kiszólásokat, poénokat, amit a szülők is tudnak élvezni, hogy hát ők is szórakozhassanak a kufli könyveken. A visszajelzésekből pedig úgy tűnik, hogy ez sikerült, mondta az író. A könyvtár és a gyerekek egy ajándékkal is meglepték. Egy festményt készítettek, melyen minden jelenlévő rajta hagyta az új lenyomatát.